Ma egy tőlünk elég messze szigeten élt, annak idején Szent Patrik, őt hoznám, mint ír a békesség bajnokát közénk, tanuljunk tőle. Az ír népről sokat hallottunk, ugye hát, hogy mondjam, biztos láttak filmeket is, meg mindent, ott Anglia fölött van egy kis sziget, és ott élnek, hát körülbelül ugyanannyian vannak, mint szigeten, mint mi, hát, hogy mondjam, magyarok, de hát ott ugye évszázadok alatt nagyon sok ír nagyvilágba szétpriccolódott, és hát ugye több mint 40 millióan tartsák magukat íreknek. Na mostan Szent Patrik, hát egy jó gazdag római családnak a 400-380-as években született, leszármazottja szüleivel, nyáron nyaralni, hajókirándulásra elindulnak, 16 éves, elfogják az írek és eladják rabszolgának, úgy kerül ő Írországba. És bizony, hát jókot kell őrizni, hát ugye abban az időben se volt jobb a klíma ott a Írországban, tehát most is igazából azt mondják, ezek az északi területek egyébre nem alkalmasak, mint hogy hát állatokat tartsanak. És Szent Patrik olyan döbbenetes, mert ő nem az íreket okolja később se, egy nagyon szép konfesszió, egy vallomásai vannak, érdemes azt elolvasni. Tehát nem az íreket okolja, hát ők úgy viselkedtek, hogy egy rabszolgatortóhoz illik, hanem ő magát okolja, mert úgy érezzi, hogy letért ő az írgalom a szeretet útjáról, a hit útjáról, és Isten azért engedte meg ő, hogy ő oda kerüljön. És épp ezért mélyen lelke, mélyen megtér, és próbál hát szolgálatára lenni tényleg az őt fogva tartóknak. Több mint 6 évig van ottan rabszolgaként, és hát ugye megtanul írül, megismeri az országot, a területeket, mint jókot hajtsák, gazdájával beutazza, és hát akkor végül késztetést érez arra, hogy megszökjön. Elég nagy szabadsága volt, és egy kikötőbe érkezik, valamennyi pénze is volt, de hát a kapitány nem akarta felvenni. Kiderült, hogy ért az állatokhoz, agarakot vitt abban az időben is voltak ilyen kutyatenyésztések, gondolom, és hajórakomány agárral ő is elment, szolgált munkájáért, megszöktetik, vagy elviszik, visszakerül a szülőföldjére. És érdekes, a szülei neki diakónus volt az apukája. Hát persze kitör örömmel fogadták, és ő maga nekiáll tanulni, önmagát képezni. Hát most már, mint megtért keresztény ember, 22 éves, tehát igazából tehát élete teljében, és nem csak, hogy megtér, hanem ő úgy írja le, hogy egy éjjel álmában késztetést kapott arra, hogy menjen vissza, egy ír férfi jelent meg, és azt mondta, gyere vissza, és lakjál köztünk. Hogy mondjam, a keresztény értékeket add át nekünk. És Szent Patrik nagyság az, hogy erre tudatosan készül, pappá szentelik, sőt, püspök lesz, megtesz mindent, hogy őt küldjék Írországba, hát az evangélium hirdetésére, misszióra. És végül megkapja az egyházi áldást, és elmegy, és felkeresi azokat az embereket, akik őt, hogy mondjam, rabszolgatként tartottak. Elmegy azokra a helyekre, és olyan elementáris erővel tud tanúságot tenni Krisztus szeretetéről, békéjéről, hogy Írország, hogy mondjam, keresztény ország lesz, szentek országa lesz, megtérnek ezek az emberek. Hát gondolom Szent Patrik ez nem magától szopta, tehát végül is Jézus Krisztus is nem a mennyek országába duzzogott, hogy milyenek ezek az emberek, hogy viselkednek, hogy ezek nem tudnak rendesen egymáshoz szólni, háborúznak, hát ugye abban az időben is rengeteg probléma volt. Ő is a mennyek országába, puszi mennyei atyám, eljön az emberek közé. És olyan szép, ugye karácsony estén ember élet, és hát nem ment neki se könnyen. Szent Patrik is leírja, hogy mennyi nehézsége volt, életére törtek, meg minden. Sok gond volt, amíg az ír nép ugye elfogadta a keresztséget, és a törzsföktől lefelé az egyszerű emberig mindenki megkeresztelkedett, de
Hát Jézusnak sem ment könnyen. Szoktam mondogatni a gyerekeknek viccesen, hogy a Jézus Krisztus olyan lett volna, mint a legtöbben a mai emberek közül, hát már karácsony estén már sírva hazaszaladhatott volna az ő drága mennyei atyához, hogy te drága mennyei atyám, te tényleg azt hitted, ezek várnak minket? Hát a csoda, hát szegény József ide-oda, mindenhova bekopogtatott, nincs se, menj tovább, nem kell lesz, stb. Hát azt mondja, ne tudd meg mennyei atyám, valahogy nagy nehezen egy istállóval megszülettem. Hát én szinte összevegyültem szénával, szalmával, ganéval, borzasztat. Nincs valahol itt egy kis mennyei diazepá, hogy idegekkel már nem bírom. Hát ez a mafla Heródes, ami katonája volt, rám küldtett, menekülni kell. Tudod mit, mennyei atyám? Váltsa meg ezeket, aki akarja, én nekem ebből elegem van. Nem? Tehát milyen szép, hogy Jézusnak van türelme, és később sem volt egy olyan sétagalopp a megváltás, nem? Hát az életében hányszor leírja, hogy mit tudom én, felviszik egy magas helyre, hogy letaszítsák. És azt írja a Szentírás, hogy szó nélkül keresztül megy köztük, és végzi a dolgát, mint a semmi se történt volna. Tehát nem kapja fel a vizet, nem lesz szomorú, nem kezd kiabálni, nem ossza ki a többieket, megy. És hosszan nézzük a Szentírást, világosan lehet látni, hogy nagy csütörtök, ugye ott van. Hát mondhatta volna azt, hogy na mennyei atyám, tudod mit? Én ezeknek prédikáltam, kenyeret szaporítottam, puszi, ennyi volt. Nem akarják, nem megy, hát elültessük. Nem? De milyen szép, ott akkor is kitart. Még a kereszten is azt mondja, atyám, nem rosszak ezek, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És igazából ez a végtelen szeretet az, ami például rám adta a habitust, és Isten szolgájaként leszek, mert hogyha Jézus ott a kereszten azt mondta volna, ennyi volt és kész, akkor azt gondolom én se, és azt hiszem önök közül is, nagyon sokan nem vállaltuk volna Krisztus kerességét. Döbbenetes. Jézus úgy változtat meg bennünket, hogy eljön közénk, bízik bennünk. Sokszor kérdezik, hogy miben hiszek. Hát mondom, az nem is olyan lényeges, én miben hiszek. Az a lényeges, hogy Jézus Krisztus miben hisz. Hisz bennünk, benned. Mert ha nem hitt volna, el se jött volna karácsonykor közénk. Hát az nagyfia, jó Isten, hát tudta, hogy lehetetlen, akkor ne erőltessük, nem? De lehetséges, hogy az embereket megváltoztassuk. Lehetséges, hogy jobbá tegyük az embereket. Nos, ezért jött Krisztus közénk, mert hitt bennünk, bízott bennünk, tudja, hogy ezt meg lehet csinálni. Hát akkor visszatérve a mai nap gondjaira, bajaira, igazán, családjainkban. De lehet, hogy van egy férjed, vagy valaki, aki olyan zsummogós, vagy nem tudom, hogy mondjam, anyósod, vagy szomszédod. Akkor Szent Patriktól, ha tanulnánk, akkor az, aki rabszolgaként kínozott bennünket, ahhoz vissza tudott ő menni jósággal, szeretettel, irgalommal. Milyen jó lenne, hogyha nem jegyeznénk fel másik hibáját, bűnét, ellenünk elkövetett rossz tettét. Milyen jó lenne, ki tudnánk engesztelődni, advent van, meg tudnánk bocsájtani a másiknak, hogy igen, nem kellett volna, megtörtént, kezdjük újra. Sajnos a mai ember sokszor olyan, mint a népmesébe élnénk, hogy van a hófehérke és a vasorú bába. Na hát a vasorú bábából soha nem lesz a mesébe hófehérke, és hófehérkéből sem lesz a vasorú bába. Mert a mese ilyen egyszerű. De tudjuk jól, a valóság az nem ilyen. Hogy nagyon sokszor mi magunk is eléggé, hát na, vasorú bábák vagyunk, nem? Olyan zsémbes, na, kiabálós emberek tudunk lenni, sokszor az ember tükörben néz, elszégyelli magát. Máskor meg olyan nagyszerűek vagyunk, hogy kenyérre lehet bennünket kenni, és tényleg, hát nagymamának a szeretetétől elájul a kisunoka, igaz? Ha őszinték vagyunk, mind a kettő, napfény is, és a sár is, ott van bennünk. Hát én azt látom, hogy mint pedagógusnak nekem pont el lenne a dolgom, hogy olyan gyerekeket, akik, hát hogy mondjam, nem az élet naposabb oldalán születtek, hát próbáljam nevelni, formálni őket.
Nagyon sok ilyen szép történet van. Hát most a napokban találkoztam egyik kollégánkkal, aki egyáltalán nem kollégaként kezdte, odahaza a faluba. Hát szülei pásztorok voltak, és hát ugye inkább törődtek a juhokkal, meg az állatokkal, mint a gyerekekkel. Na hát ez a gyerek ilyenkor nem szívesen megy tanulni, nem? Mindig izgalmasabb focizni egy fiúnak. Egy-négy osztályban még volt, ahogy volt, de ötödikben már nagyon összement a te. Ugye tanárok vannak, miért nem tanultál? Hol a házi feladat? De így meg új apád laskáját. Na hát, hát én is, ahol kudarc élményeim vannak, onnan próbálok eltűnni, nem? Gyerek elkezd lógni. Na nem elég, hogy nem tanulsz, még lógsz is? Na hát mit mondja a szegény pedagógus ilyenkor? Hát felhívja az apát. Na hát az, hát lejön a hegyekről, eléveszi a nadrág szíját, meghallgatja, hogy is hívják ott a fejmosást, na, és hazáig pancsukolja a gyereket, hogy jobb legyen, nem? Mert nagyon sokszor mi ezt csináljuk, hogy kiverem én belőled a jóságot, hát nem szokott ez sikerülni. A gyerekettől még rosszabb lesz, még rosszabb kedvű. Másnap hát az autó gumiát kiszúrja az osztályfőnöknek, hogy valahogy ő is hálálja meg azt a törődést, amit kapott ettől a tanügyi rendszertől. Hát hogy mondjam, na hát, aztán még úgy elindult a dolog, hogy nem mondom el mindent, hogy mi minden történt, de egy kedves plébános fogta magát, beültette a gyereket, és elhozta hozzá, és azt mondja, Csaba testvér, csinálj vele, amit tudsz, de haza ne engedd, oda haza a faluba agyonütik. Na. Hát, hogy mondjam, na most akkor, tehát ő sokszor Szent Ferenc alapítvány nem csak kvázi, mondjam, árva gyerekeket fogad be, hanem hát ugye magyar nyelvügyi javítóintézet nincsen. Tehát akkor most mit mondjak, hát egy-egy ilyen gyereket is próbálom mi összeszedni és nevelgetni. Na hát, hát most úgy van, hogy ez a gyerek tényleg szépen nálunk leérettségizett, voltak kilengései, de én azt láttam, hogyha valaki leül egy gyerekkel, és felöltözteti szépen, és eléje rakja azt a könyvet, vagy füzetet, hát már kíváncsiságból is elkezdi lapozgatni, akkor vannak az iskolában neki már sikerélményei. Még ez a fiúnak volt egy nagyszerű tánccsapatunk, akkoriban ilyen tánckör, és nagyon bejött neki, nagyon szépen táncolt, és a lányok hát mind vele akartak táncolni, és ez lendületet ad abban, hogy na, moderálja magát és minden, és emlékszem, hogy gyerekként kirándultunk, és hát mondta, hogy mentünk keresztül itt a Hargitán, és mondta, hogy fú, mekkora lapos terület van, atya, azt én megveszem, megnők, megveszem az egészet, lovakot fogok itt tartani. Hát mondta, nagyszerű. Hogy mondjam. Na hát, telt múlt az idő, és akkor, amikor leérettségizett, jött egy férfi, és felkínált nekünk mindenféle. Hát bezárta a panzióját, az öreg lovakból nem szalámit akart tölteni, a nekünk akart adni, vagy 6 lovat. Na mondom, Pali, emlékszel, mit mondta? Azt mondja, vegyük meg papácsát, hát nem kell megvenni, ingyen adják. Kicsit öregek, hát hogy mondjam, de na, induljunk el. És akkor Gyergyó Szárhegyen tényleg vettünk egy kis istálót, és ő elindította a lovászatot, na hát mai napig is működik szépen, nagyszerűen. Kétszer volt, egyszer volt második, és egyszer azt hiszem első ebben a székely vágtában, úgyhogy, hogy mondjam, na, ez is összejött neki közben. Hát láttam, volt egy fiatal tanítónéni, amelyik egyfolytában a gyerekeit mind lovagoltatni vitte. Kicsit gyanús volt nekem, szegény gyerekeknek, már egyéb dolguk nincs, mint csak lovagoljanak, de Románia így fejlődött. De aztán végül sem boldogult ez a fiú a kedves Orsikával, hát megkérte a kezét, hogy most hogy még mindig tanítsa lovagolni, most már van 2 saját gyerekük is, úgyhogy szépen haladnak, és közben a Gyergyői Szent Miklóson megépült a házunk, és megpályázták, hogy ők vezetnék ezt a házat, és ugye a lánynak meg is volt a végzettsége, minden, hát ők vezetik a Szent Anna otthon, több mint 50 gyerekkel szépen haladnak, fejlődnek, hogy mondjam. Tehát az a gyerek, aki ott a faluban nem erős kellett senkinek, érdekes módon az a gyerek végezte el egyedül az érettségit abból az évfolyamból. Tehát ő volt a leggyengébb, és mégis ő célba ért. Miért? Mert valaki jó szóval, szeretettel mellé állt. És ugye Jézus olyan szépen mondja, hogy az a kő, amit eldobnak, a szegletkövévé válik
a templomotoknak. És én ugyanezt gondolom, hogy igen, nagyon sokszor, és nagyon-nagyon sok ilyen példát tudnák elmondani, hogy az a kő, ami talán nem kellett, és eldobták, ha az ember egy kicsit megforagja, szépen behelyezi, szegletkövé tud válni az életünknek, a közösségünknek. Tehát hinnünk kell, hogy igen, Jézus Krisztus egy olyan eszközt adott a szeretet parancsával a kezünkbe, ami által a környezetünket, a világunkat meg tudnánk változtatni. Hiszek-e én ebbe? Bízok-e bennem? Ugye Jézus nem csak mondta ezt, hanem ő csinálta, és rengeteg ilyen történet van a Szentírásban. Ugye olyan szép, ugye az Emmauszi tanítványok, biztos ismerős, ugye egy nagy csütörtök, nagy péntek, mit tudom én, nekik elegük van, idáig vannak kereszténységgel, minden, azt mondják, mennek haza, aki akarja, csinálja. És olyan szép, mert ugye ezekkel az emberekkel, akik elindultak Jeruzsálemből, Emmauszba, hát ez olyan 20 kilométer körüli út, Jézus szembe megy, átdöfött szívvel, átdöfött lábbal, meg is kérdezi, mi a baj, fiúk? Hát mi van, te vagy az egyetlen idegen, aki nem tudod, hogy mi történt ott, hát mi történt? És akkor elmesélik, és Jézus hallgatja, mint ott se lett volna nagy csütörtökön, hogy hát mi bíztunk benne, komolyan vettük, hagyta magát megfeszíteni. Az egész egy nagy túró, hát aki akarja, csinálja, mi megyünk haza. És hát ugye ezek egy politikai messiást vártak el, aki azt összefogunk, s fegyverbe, s kisznyírjuk ezeket a fránya rómaiakat. Jézus nem ezt a fegyvert hozta, a szeretet fegyverét hozta. Nem értették ezek az emberek. És Jézus nem azt mondja, hogy na, egye meg a fene a pofátokat, 3 évig ettétek a kenyeremet, és akkor most kezdjük előről. Igen, kezdjük előről. És elkíséri őket átdöfött szívvel, nyugodtan, és beszél arról, hogy a szeretetnek pont ez a lényege, hogy nem visszaüt, hanem meghal a másikért. Hogy ott se harag, a gyűlölet tölti be a szívünket. És olyan szépen beszél, ugye, hogy ezek az emberek azt mondják, lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt. És ének idején van erejük visszamenni, felrázni a többieket, él az Isten, ne féljetek, van remény. Na testvéreim, valahol ezt kéne én megtanuljam, mert te férjed is, szomszédod, anyósod, elindul a maga Emmauszi útján lefelé, rossz kedvű, kiábrándul, na, veszekedik, nem tudom miféle. Milyen jó lenne, oda tudnál menni melléje, akár átdöfött szívvel is, úgy, hogy ő döfte át a szívedet, és el tudnád kísérni. És valahogy úgy tudnál beszélni, hogy lángoljon az ő szíve. Hogy azt mondja, neki van igaza, odaállok melléje. És ezek az emberek, ezek az apostolok, akik, hogy mondjam, elkeseredtek és eltávolodtak Jézustól, ezek meghaltak Krisztusért. Vértanúk lettek. Vajon ezt csak így kicsiben lehet ezt csinálni? De ezt érdemes kipróbálni. Tehát ugye, hogy mondjam, az ablakodba kiraksz kis magvakat, és az ég madarai odajönnek, nem? És itt, hogy mondjam, nem az számít, hogy mekkora ajándékot adsz. Tehát nem az kell, most az unokádnak 2 talicska játékot oda viszel. De én azt gondolom, hogy a szeretetnek Jézus úgy jött közénk, hogy nem hozott magával egy csomó mennyei kütyüt. Nem? Ha hozhatod volna egy porszívót, vagy mit tudom, egy habverőt a Máriának, képzeljék el, hogy irigykedtek volna a szomszédok, nem? De nem hoz Jézus ilyeneket. Tehát ő maga az ajándék. Ő akar áldásá, ajándéká válni. Tehát valamilyen módon te is, tehát nem hiszem, hogy ebben a nagy ajándékok után való liegésbe be kéne kapcsolódjunk, hogy aztán egymást tapossuk le az üzletbe, hogy azt mondják most már, hogy bevásárlás, karácsonyi pánik hangulat. Na, és akkor egyesek már pszichológushoz mennek, hogy őket megnyugtassa, mert úgy erőt vett rajta ez a bevásárlási hangulat. Hát most én nem erre gondolok. Tehát, hogy mit tudom én, például mikkel ajándékozom meg a gyerekeket. Hát most én tudom, hogy a gyerekek vágynak arra, hogy találkozzanak a szüleikkel. Persze nem jönnek utána. Nagyon sok szülő azért nem is tud utána jönni, mert börtönben van. Nem? És akkor valamelyik évben is mondtad, a gyerekek,
szeretnélek megajándékozni az örömszerzés örömével, hogy megtapasztaljátok, milyen jó dolog jónak lenni. Ezek ilyen nagy kerek szemekkel rá. Mondom, most mindenki fölmegy, és a szobájába, az ágya mellett ilyen-olyan kis játékokat, édességet, ezt-azt, amit karácsonyra kapott, és amit dugdos a titott, szépen rakja belé a zacskóba, és elmegyünk a börtönbe. Szóltam az igazgatónak, beengednek, minden további nélkül. Déva mellett van egy női fegy, hát börtön, na hát, hogy nem tudom, hogy 200 valamennyi asszony tartanak ott fogva. Bejelentkeztünk, hogy gyerekekkel szeretnénk egy kis előadást tartani. Minden további nélkül, örömmel. Mikor érkezünk, névsort le kellett adni, leadtuk, a gyerekek szépen énekeltek, kis műsor tartottak, előadást, karácsonyi énekeket énekeltek, és utána hát odaadták a néniknek a kis motyót, ajándékot. Hát én nem tudom elmondani, mekkora sírás-rívás lett ottan. De ezeknek a nőknek is, a legtöbbnek van gyermeke, valakije, és ott ül bent, és nem engedik ki. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon szép élménnyel lettek gyerekek is gazdagabbak. És persze, hogy ezt az örömöt, ezt az élményt, ha nekem köszönhetik, akkor hálásak is. Meg hogy mondjam, tehát nem csak tárgyakot adhatunk egymásnak. De azt gondolom ugyanúgy, hogy nyáron elviszed őket, megtanítod fürödni, úszni, hogy milyenkor. Én olyan hálás vagyok nagyapámnak, hogy ugye, hát itt Csík környékét bebarangoltuk, a szédes víz fele, feje pusztája, hirtelen. Hogy mondjam, bejártuk szépen, hol tavasszal, csak azért, hogy lássuk egyáltalán, kibújt-e a zöld fű, aztán Gombáé, Málnáé, de hogy mondjam, Szekérben neki akkora büszkeség volt, mikor felülhettem mellé, és mentünk az erdőbe fáért, és nem hajtott senki, amennyit lehetett szépen, megrakták azt a szekeret, és olyan jó volt, hogy hasznos vagyok, hogy szükség van rám, hogy igen, valamiben segíthetek, és persze az a futkorászás, kirándulás életre megmaradt, és megtanított kaszálni. És nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy tudok annyi mindent csinálni, és akkor elmondom, hogy nagyapám, emlékszik, hogy kaszálta, mindig azt mondta, csak lazán, fiam, ne erőltesd magad, ne keményen, csak úgy szinte, hogy játszodjál azzal a kaszával. És azt gondolom, hogy megtanított kapálni, megtanított villával dolgozni, ezek az egyszerű dolgok, és most prédikáció, csak lazán, nyugodtan, nem kell görcsölni, nem, ugyanaz a lényeg. És logikus, hogy szívemben hála és öröm van, és imádságos szeretettel megemlékezek róluk. Nem hiszem, hogy lenne más út. Én nem hiszem, hogy egymásból, ránk bízott gyerekekből ki tudnánk verni a jót, az igazságot, vagy nem tudom mifélt. Ugye Magyarországon több mint 50 évig ott volt az orosz hadsereg. Hogy mondjam, annyira úgy tűnik, hogy nem szerették meg ezeket az oroszokat, nem? Pedig, na, mit tudom én, ottan bevonultak, tankas, ágyúvas, lőttek, mindent csináltak, hogy igazságot teremtsenek, és a nép, még a kommunisták se szerették meg, nem igaz? Vagy olyan érdekes, hogy Vajdaságban voltam, az vajdasági magyarok, ugye, hát Milosevic urat annak idején egy kicsit megleckésztették ezek az amerikai katonák, hosszan bombázták mindent, de meg kell kérdezni, ők mi a véleményük erről? Hát egyáltalán nem úgy élték meg, hogy jaj, de felszabadítottak minket, pedig az vajdasági magyarok. Nem, ők úgy érezték, hogy minket bombáztak, és szétlőtték a hídjainkat, és olyan épületeket, amik ott voltak, azok ma nincsenek. És a gyűlölet, az erőszak, a durvaság, az nem gyógyít. Az nem teremt örömöt, fényt, megtérést, újrakezdést, lelkünk mélyén odahajlást. És azt gondolom, hogy a mai világban csak ezt kellene csináljuk. Jézus Krisztus nem mondott más orvosságot. Azt mondta, menjetek el az evangéliummal, és hirdessétek a világ végéig.
Tehát igazából ezt kellene nekünk valahogy csináljunk, és hogy elmenjünk mi is Szent Patrikokként akár azokhoz is, akik életünkre törnek. Ha lett volna más út, akkor gondolom Krisztus azt is megmutatta volna nekünk. Én nagyon-nagyon félek, hogy ez a gyűlölet, ugye, melyik széthinti a magvait, betölti az emberek szívét. Nagyon sok emberrel, akivel beszélgetek, én úgy látom, hogy ezt nem lehet tovább tűrni, most tovább kell bombázni, vagy nem tudom micsoda. De ez a mostani erőszakos események is, vajon nem az eddig elkövetett bombázásoknak a következménye? Ez már politika, én tudom jól, de én nem hiszem, hogy Jézus Krisztus lehetetlen feladat elé állított volna bennünket, mikor azt mondotta, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten országa eljöjjön. Ugye keresztények vagyunk, nap mint nap mondjuk a mi atyánkban, jöjjön el a te országod. Jöjjön el az a tündérkert ide Erdélybe, Kárpát-medencébe, mindenhova. Én hiszem, hogy nem egy fantazmagóriát hajtat, kergettet velünk Jézus Krisztus. Ezt meg lehet valósítani. Ugye, hát nekem 93-ban, amikor befogadtam az első gyerekeket, hát nagyon szegények voltunk, hát nem volt semmi. A hatóság olyan nagy volt, mi olyan kicsik. Dél-Erdélybe, 6% alatt van a magyarság, Déván is. Nagyon kevesen voltunk. Jöttek a gyerekek, fogadjuk be. Akkoriban volt ugye udvarhelye, mekkora botrány volt, hogy hát milyen nehezen tudták lenyelni az udvarhelyi atyafiak, hogy egy román nyelvű gyermekvédelmi központ létesül ottan. Emlékeznek, hogy mit csoda, mekkora. Na most ugyanez csak Pepitába, Déván, románoknak le kellett nyeljék, hogy én létrehozok ott egy gyermekvédelmi központot. Na hát, hogy mondjam, nekik se volt könnyű. Én tudtam ezt nagyon jól. Nem beszélve arról, hát 90-ig ugye, hát állami monopól volt a gyereknevelés, nem? Civil a pályán. A tetejében még pap is, meg magyarul is beszél. Hát hogy nevelte volna ki ott a biztosítékot, nem? Hát én azt nagyon jól tudtam, hogy hát most én is helyettük nagyon nehezen tudtam volna magamat lenyelni. Na most teljesen őszintén. És akkor mit lehet csinálni ilyenkor? Mondjam azt, hogy fasiszták? Csak az jó valaminek? Elkezdünk skanderbégezni, hát ugye nagyobbak. Nagytatám azt is megtanultam, hogy széllel szemben bizonyos dolgokat nem illik csinálni, nem? Nem érdemes, nem célszerű, nem? Akkor mit lehet csinálni? Hát Jézus Krisztus egy parancsot adott, a szeretet parancsát, ezt. És azt mondta, ezzel mindent meg lehet oldani. Na hallám, próbáljuk ki, nem? És hát úgy volt, hogy hát 93-ban, szeptemberben kezdődik a tanév. Na mostan én elmentem előtte, és beírattam, volt egy fiatal kezdő titkárnő, és mondtam, hogy írja be ezeket a gyerekeket, lá szekciá magyar. Hát mondták, ilyen nincsen. Mondta, de most intézik, ez most már napok kérdése, hogy megjön a minisztériumból, ahogy is hívják, hát azt is én intéztem. Na, persze én írtam, választ nem kaptam, de mindegy, mi szeptember 15-én ott voltunk, az összes gyerekkel volt, vagy 20 ilyen, hát elvittem a nőszövetséget, de anyuka, apuka nem volt, hát meghívtam a nőszövetséget, azok el is jöttek kedvesen, hogy mondjam, felálltok, hogy nagy, hát akkoriban volt, vagy 2000 gyerek, nézszögbe, úgy, mi is a sarokba, de felálltunk mi is ott. Minden virággal, fel voltunk fegyverekezve, nem tudom miféle. Az igazgatónő kiállt és elmondta, azt hiszem akkoriban léptünk be a NATO-ba, nagyon boldog volt ő is, mi is, hogy most már ott vagyunk a NATO-ban, na hát, nagyszerű. Még oda jön hozzá, és azt mondja, mi kik vagyunk. És mondok, mi vagyunk a magyar szekciója ennek a nagy, szép román iskolának. Miket beszélek én itt? Hát ilyen nincs is. Hát mondtam, de milyen szépet beszélt, és igaza van, mert ha nem fogunk össze, akkor ebből nagy baj lesz, meg dicsértem, hogy tudtam. Na, hát egy pár perc múlva megjelent, képzeljék el, megyei nagy tanfelügyelővel.
Hát az, abban az időben, még most is elég nagy emberek a tanfelügyelők, de akkor hát azt gondolom, hogy ott valahol ott, na mit tudom, ott a Zeus, vagy ott az a magasságokban járt, és hát elkezdett vele, hogy miket képzelek ki? Hát mondom, nem szabad iskolába jönni? Hát hogy ne szabadna? Persze, hogy szabad, de hát nem így. Hát az nincs osztályterem, hát értsen meg. Hát mondom, nem, akkor jövünk délután. Hát mostan ennyi rugalmasság van bennünk. Hát nincs tanköv. Na, de ne, az egyház azért van, segíjen, én szerzek. Hát nincs tanítóni, azt már szereztem, addig két nyugdíjas tanítóni. Ott volt a szegények, ők is vigyorogtak. Fú! Hát olyan nagyon nehezen indult, hogy borzasztó. Hát, tudom, hogy nem lehet kapni naptárt, vagy naplót, meg ellenőrzőt. A fekete piacon nem akartam mondani, kalasnyikovot is lehet kapni. Hogy ne lehetne kapni? Annyi naplót vettem én, meg ellenőrzőt, meg mindent, amilyen kellett. Na, valahogy így indultunk el. Persze, hogy mondjam, nagyon feszült volt a helyzet, hogy hát most képzeljék el, hogy az államtól visszavesz az ember egy épületet, csak úgy, na, leveri a lakatos, beköltözik egy csomó utcagyerekkel, és akkor ilyen jópofán így eljön a tarévkezdésre, meg minden. Hát, na, írogattak minden, jött a rendőrség, hogy vigyék, hogy takarítsam el a gyerekeket. Hát mondtam, ne haragudjanak meg, hát önöknek Dubájuk van, minden, amúgy engem is itt a plébánián ennyi gyereke zajban, nem tudom, ha elviszik vissza az állomás, semmi gond, de én hívom a ProTV-t, hogy aztán lássa a nagyvilág, a híveink is, hogy nem én vagyok rossz, hanem hát, na, hát ezek a törvények. 98-ig nem is volt olyan törvény, ami szabályozta volna egyszerűen a magángyermekvédelmet. Tehát nem volt ilyen törvény. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy a törvény írja, és mi így csináljuk. Hát nem volt törvény. Na hát akkor, hát mondta a rendőrnek, persze neki sem volt kedve, most kezdve futkorászni a gyerekek után, és vigye vissza az állomásba, hova vigyen, hát nem tudom mi. Mondom, igyunk meg egy kávét, egy pohárból, és beszéljük meg, na, és leültünk, és akkor nagyok ott kárinkodott, meg csapkodta a fejét, főthöz, ahogy is hívják, de mai napig is ez az ember bejár hozzám, már nyugdíjba ment, és jó barátságban vagyunk. Tehát nem sértettem meg, vagy nem kiabáltam én se. Hát ő kicsit igen, de aztán megnyugodott ő is. Na hát, hogy mondjam, de ettől még nem lett megoldva a helyzet. Most gondolkoztam, mi a túrót lehet csinálni, hát olyan nagy okin, olyan kicsi, hát hogy lehet? És ha hiszik, hanem volt a polgármesternek egy születésnapja, vagy névnapja, Mircsának hívták, nagyszerű. Na, gyerekek, elmenj, felköszöntsük. Vettünk virágot, betanultunk románul, magyarul, szépen ilyen köszöntőverse, éneket, latinul is, minden, és akkor el is mentünk, hogy is hívják. Bekopogtunk, bementünk, nézd, nagyon gyanúsan nézett rá. Mondtam, gyerekek, ő a város legjobb embere. Ő a tátá orásulója, árvág vigasztalója, szegények gyámolítója, özvegyek, mit tudom én. Ami én feldicsértem, mondtam, ő a legjobb ember, mert nem lenne ilyen jó, én se szavaztam volna rá, de tényleg abban az évben választották meg, vagy hiszem 92-ben, mikor volt. Na mondtam, hát ha ilyen nagy jó ember, köszöntsük fel, és a gyerekek énekeltek, nagyon aranyosan, odaadták a virágot, minden, szomszéd irodákba bejöttek ilyen fiatal, hát irodisták, hoztak süteményt a gyerekeknek, meg kis kólát, nem tudom, leültünk ott, a nagy perzsa volt, leültünk ott, piknikeztünk, jól el voltunk egy darab. Na és, hát mikor gondoltam, most már eleget ünnepeltettük a polgármester urat, felállt, és mondta, látjátok gyerekek, milyen jó ember a polgármester, nem kell félni tőle, egyedül én féltem, de én nagyon. Hogy mondjam? És milyen nagy irodája van, mert nem lesz, ahol lakjunk, eljövünk ide, mert hát hogy mondja, ő a tátáó rásuló, árvák gyámolítója, szegények vigasztalója, meg minden. Nézett úgy rám nagyon gyanúsan, de látta szemembe, hogy ez a milyen hülye, ez megcsinálja. És ha hiszik, ha nem, hogy mondjam, meglettek az engedélyek. Most annyi engedélyünk van, nem mondom, hogy ezt a szobát körbe tudnánk tapítázni, de rengeteg van. Annyi pecsétet, mindent kaptunk, és ha hiszik, ha nem, ugye, hogy hát, na, feszültség volt a városban, tény ez. És ezért 3-4 évvel, hát van egy ilyen kezdeményezés, Déván, hogy hát
Prémi, Föröl Prémi, vagy valami ilyesmi, a civil alapítványok kezdték el, hogy olyan embereknek, akiket ők nagyra tartanak, város nagyra tartanak, adnak egy diplomát, és hát, hogy mondjam, ez abból áll, hogy igazából kiraknak a főtéren egy nagy oklevelet, és aki ott van, s akarja, azt aláírja. Na és hát ugye itten ilyen román népdalénekesek, meg hát ilyen itt annyira nem ismert helybeli román politikusok, meg ilyen személyek kapták ezeket a díjakat, és akkor abban az alkalomban engem terjesztettek fel. És ugye hát ezt meg kell köszönni, kell mondani pár szót, ott a kultúrházban volt minden, és azt mondták, hogy az én oklevelemet írta a legtöbb dévai alá. Tehát egy hatalmas lapot mind teleírták, még a hátulra is írtak aláírást. Most azt azért akarom elmondani, hogy én azt hiszem, hogy Jézus Krisztus tényleg egy hathatós erőt, eszközt adott a kezünkbe, a szeretet parancsát. És olyan örömmel tudom elmondani, hogy ez a Mircea úr, aki most is polgármester, és tényleg új, utána a következő alkalommal, hát ez hányadik alkalommal polgármester, na mindenféle gondjai vannak mostan éppen, hogy mindig jött és hozott nekünk narancsot választás előtt, egy-egy ládával, baránk, mindenfélét, mondta, imádkozzunk, hogy legyen ő továbbra is, tátaurásolulj. Na és tényleg nagyon jó a viszonyunk, olyan úgy is volt, hogy mentem az úton, nagy fék, kiszökik az autóból, megölelget, és tényleg tiszta szívvel tudunk egymásnak örvendeni. Ő megmaradt román embernek, én megmaradtam magyar embernek, de mire tudnánk együtt a város utcáján kolduló gyerekekkel segíteni, nem? És az olyan jó, hogy ezt megértette, és akkor utolsó alkalommal az volt, hogy hát mondta, hogy mostan nem választás van, hanem éppen be akarják zárni, mert valami korrupciós dolog van, és hogy imádkozzon, és hozott megint valami narancsot, és imádkoztunk, és elmondom, hogy hát ő felfüggesztetet kapott, vagy 4 évet, de nem, na most is ő a polgármester, úgyhogy hát hogy mondjam, én azt gondolom, hogy igen, Jézus Krisztusnak igaza van. Merjünk a szeretet útjára lépni. Merjünk Szent Patrikkal mi is az irgalmasság útján elindulni. És merjünk hinni abba, hogy nem csak a kis világunkat, hanem a nagy világunkat is valahogy ezt tudná megváltoztatni.